Holnap Ballag a gimnáziumból Pintér Tibor kislánya Janka. A ballagás előtti drukról és az esemény kihívásairól beszélgetünk a színésszel és lányával. Vendégeink a stúdióban Pintér Janka és édesapja Pintér Tibor. Jó reggelt. Hát ez a kislánya már annyira nem helytálló. Igen, ezen nagy lánya. Tegnap este voltunk moziba megnézni a Galaxis Urai 2, nem tudom. Nagyon jó egyébként, de a végén konkrétan elszédültem. Ő nagyon vidám volt a produkcióban, csak azt mondja nekem az elején, hogy amikor jegyeket vettük fel, hogy apa, hol a jegyem? És mondom, kislányom, nem mond hangosan, hogy apa. Mondasz, hogy drágám, vagy valami. Tehát ez egy jó. Na, holnap lesz a ballagás. Hogy készültök lélekben? Már beízítottad a videokamerát? Feltöltötted a telefont, én a fényképezőgépeket? Én nem hangoltam. Vagyok ilyen videózós, meg fotós apuka, de ott lesz a családból egy csomó olyan, aki ember. Apa inkább ül és sír. Hát, tényleg, komolyan. Hát mutkod szalagavatóját végig. De komolyan. Én úgy jutottam, hogy jó, szalagavató, és akkor már az első 8 perc után, ahogy megjelent a gyerek, tudod, egy gyönyörű ruhákban. Fehér ruha. Egyszerűen, tényleg. Hallod, hát ez nagyon nagy, akkor most adtál egy nagyon nagy ötletet azoknak, akik ott lesznek szülők, tehát akkor nem a Jankát kell venni, hanem téged, hallod? Ha engem inkább ne vegyenek. Úristen, te egy ilyen elbújós vagy? Tehát itt tényleg be a sarokba, és akkor senki ne lásson kapucni föl, és akkor csak úgy stikában nézed a lányodat, vagy azért oda teszed magad? Azért ez túlzás, mert bevallom, ugye hát a Janzakat a kislányom édesanyja, két színész, azért tudod, megjelenünk, tehát azért nehéz, nincs nagyon más választásunk, igen, mint hogy tündökölni akarunk, hogy lám, milyen fiatal és szép szülei vannak a gyereknek még, főleg amikor fölkértem. Látom téged, ez a kor kérdés, ez egy kicsit zavar. Ez most elkezdett zavarni. Én meg akartam kezdeni, hogy kivárja jobban a ballagást, de egyértelmű lehet igazából, hogy kinek nagyobb esemény. De Janka, te hogy készülsz rá, azért te is? Én lélekben még nem érzem úgy, hogy fel vagyok rá készülve, mert egyszerűen nekem hihetetlen érzés, hogy most itt állok, 8 év után, mert 8 osztályos gimnáziumba jártam, és hogy holnap elballagok, és többet nem látom őket, és már nem fogok oda járni. Hát nem tudom, hogy mikor fog ez bennem így realizálódni, hogy most már egyetem, és most már felnőtt élet. Figyelj, és már... segítek neked később, amikor már felnőtt leszel szerintem, legalábbis, hogyha magamból igen, indulok. Igen, az ember ezt ilyenkor nem igazán fogja fel, hogy mi történik, hanem csak úgy átéli, és aztán majd később. Igen. Ilyen nagy barátságok vannak? Tehát csajokkal? Nagy, abszolút. Igen? Életre szóló. Komolyan? Életre szóló barátságok. Nagyon jó osztálya van, komolyan, és színész, van egy színjátszó körük, és minden évben bemutatnak egy előadást. Na hát azon is zokogni szoktunk egyébként, mert marha jó, nagyon brutál produkciókat mutatnak be, van ott egy színész tanoncokból álló csapat, akik színészek akarnak lenni, és a Jankát abszolút bevették. Ő egyébként most színművészetire is beadta volna a jelentkezését, de jó döntést hozott, hogy végül is nemzetközi jogász lesz. Igaz kislány? Elég távol áll a kettő egymástól. Igen. Ez miért döntöttél úgy, hogy mégsem a színmű egyébként? Azért döntöttem úgy, mert... Apa úgy döntött. Mert én... Nem. Én szerettem volna. Abszolút magam miatt, mert rájöttem, hogy a kettőt egyszerre tényleg nem tudom csinálni, és csak az egyikbe fogom most belefektetni az energiámat, ami most a jogi egyetem lesz, és az érettségivel kapcsolatban is arra fogok készülni, és időm se lenne, energiám se lenne. Azt kell tudni, hogy ugye nálunk a nagypapa és a nagymama együtt laknak a Katával, és ők a nagymama ügyvéd. És egész életében azt hallotta a gyerek, hogy csak színész ne legyél kislányom, mert nézd meg apádat, meg anyádat, mi lett belőle, igen és de hogy a jogász. És a mai fejjel azt mondom, hogy egyébként tényleg az sem ördögtől való különben, hogyha egy színész akár két lábon áll. Hát hány olyat hallunk, hogy valakinek van egy normális diploma, és mellette színész. Pont ezt akartam, hogy ezek kettő nem zárja ki egymást. Nem zárnak ki egymást, bár hozzáteszem, hogy a színművészeti egyetem az azért egy nagyon zárt közeg, nagyon oda kell koncentrálni, nagyon jó döntést hozott a gyerek, és magától hozta. De hát ő már a színpad szélén azért ott van. Hát ahogy beszélgettünk itt, mielőtt adásba kerültünk, hát ő táncos, ugye? Tehát azért a színpad az nem idegen tőle. Kitűnően táncol, tényleg nagyon jó táncol, sőt, mindig megdöbbent minket valamivel. Tegnap este képzeljétek el, vittem haza a moziból, és azt mondja, apa írtam egy verset. Mondom, jó, kislányom, mutasd, oké. Okay. Hányan hoznak nekem verseket, hogy olvassam el, ilyen tinédzser korosztályuk is, kollégáim is akár. És elkezdi olvasni a verset, és mondom, várjál, ezt még egyszer. Olyan minőségi gondolatokkal felruházott, és olyan jó
már majdnem költészetnek nevezhető vers. Egyébként apám ezzel foglalkozott, igen, lektorált verseket és színját, tehát versmondó köre volt édesapámnak, tehát onnan örökölhette. Olyan jó verset írt, és közben meg tök jó hangja is van. Tehát most nem mondom, hogy énekel egy kislányom, de tényleg annyira szép hangja van, hát ugye az anyjától, aha, a Janza Katától, meg tőlem is. Ha nem örökölt volna valamit, azért akkor kapná egy marha nagy pofon most. De hogy minden jó tulajdonságomat tőle tényleg örököltem. Tényleg, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a Janka tényleg hülyén, ha mi lesz, ugye azt mondja, de egy nagyon sokadó tehetség, és én csak hiszek benne, hogy ez a jogi út, vagy amire rálép most, hogy őt boldoggá fogja tenni. Te is egyetlen gyors kérdés, fiúkkal mi a helyzet? Van valami kilátásban? Tehát kis szerelem? Most jelenleg nincsen barátom sem, most látod, a tanulmányokra koncentrálok. Kérdezzetek meg még egyszer, hogy a fiúka, Istenem, a fiúka, mi a és nem a fényképezőgépet akart elővenni. Olyan helyet tudok, olyan jó távcsöves puskákat lehet venni, de most komolyan mondom neked, tehát ebben tudok neked tanácsot adni, jó? Én nem vagyok féltékeny apuka, tök jobban voltam az előző pasiával is. Apa az az apuka, akinek az az első, hogy szivarral megkínálja. Haverkodós. Na jól van. Hát köszönjük szépen nektek, az érettségihez sok sikert neked, vagy kalappal, egészen pontosan. Te meg vigyél zsepit magaddal. Te meg vigyél zsepit, így van. Most már fölkészültem. Köszönjük, hogy itt voltatok. Na, sziasztok. Köszönjük. Köszönjük.